Szabolcs község. A 11. században az ország közepe volt, az 1960-as évek végén viszont már alig tudták, hogy létezik ilyen település. Erről számolt be Németh Péter régész, aki az 1960-as évek végén kezdte el a földvár feltárását végző terepmunkát. Mert amikor megkérdezték tőlem, hogy hol dolgozom, mondtam, hogy Szabolcsba. Erre a következő kérdés az volt, na jó, de pontosan hol? Tehát annyira ismeretlen volt még az itteniek, a megyebeliek körébe is ennek a falunak a híre. Sipos László jogtörténészként kutatta az 1992-es Szabolcsi Zsinaton megszületett törvénykönyvet, amely Szent László első törvénykönyve volt. Sipos László azt mondta, a törvénykönyv nem csupán mérföldkő a magyar jogtörténetben, hanem olyan dokumentum, amely betekintést enged a 11. századi magyarok gondolkodásába. Ez egy rendkívül izgalmas törvénykönyv, amelyik évszázadokra meghatározta a magyar jog fejlődési irányát, és amelyik betekintést enged a tényállások, a szankciók révén abba is, hogy milyen problémákkal szembesült a 11. század végén a magyar társadalom. Köthettek-e házasságot a papok? Mi volt a már megkötött házasságok sorsa? Hogyan rendezte az állam-egyház viszonyát, az adók beszedésének rendjét? Vagy adott esetben a kívülről érkezettek jogait? Milyen volt az akkori perjog? Hogyan kellett kikutatni, bebizonyítani adott esetben egy házasságtörés megtörténtét? Én azt gondolom, hogy ez a törvénykönyv messze túlmutat önmaga jelentőségén, társadalmi, történelmi szempontból is értékelendő. A Szabolcsi Református Látogató Központban tartott konferencia célja is pontosan ez volt, amelyen régészek és történészek különböző szempontok mentén mutatták be Szabolcsot, mint történelmi emlékhelyet, nem csak szóban, de egy frissen megjelent tanulmánykötetben is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az itt meglévő értékeket, azokat minél több ember számára be tudja mutatni a megye, és ezek között az értékek között én azt gondolom, hogy nem mindig a legelismertebb, legmegbecsültebb helyén van a szabolcsi földvár és környezete. Én remélem, hogy ez a rendezvény abban is segít, hogy ezt tudjuk emelni, és minél inkább a legszélesebb köztudatban is benne legyen, hogy igenis itt van egy olyan kultikus történelmi emlékhely, amit nem csak hogy érdemes róla tudni, de érdemes meglátogatni is. Vinnai Győző, a térség országgyűlés képviselője azt mondta, 10 éve indult el a kezdeményezés, hogy a szabolcsi református templomot és a földvárat történelmi emlékhelyé nyilvánítsák. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ugyanis eddig 3 ilyen emlékhely volt, a szatmárcsekei Kölcsei kúria, a Pócs Petri általános iskola és a nyírbátori Minorita vártemplom. 2023. május 20-ától a szabolcsi földvár és a református templom is közéjük tartozik majd. Csegei László, Szabolcs község polgármestere úgy fogalmazott, a történelmi emlékhelyi avatással új időszámítás veszi kezdetét Szabolcsban. A emlékhely cím megszerzése önmagában egy új történelmi korszakot nyitott a település életében. Ez egy új időszámítás, ami most következik, nekünk erre fel kell készülni, úgy gondolom, hiszen működtetni kell, programok kellenek, tematikus programok kellenek, és erre mi készülünk is, és a nyár folyamán főleg a diákokra alapozva próbálunk tematikus táborokra szervezésébe gondolkodni. Az eseményen Fekete Károly püspök hangsúlyozta, hogy az erős vár a mi Istenünk kezdetű zsoltár képei Szabolcsban egy térben testesülnek meg, várként és templomként. Egymás mellett van a templom és a vár. A templom emlékezteti a várat arra, hogy nem elég a hősök vitézsége, kell az Isten is. A templomba járókat meg arra emlékezteti, hogy nem elég imádkozni és a föld felett lebegni 10 centivel, hanem akkor él valamit az imádság, hogyha tesszük is a dolgunkat ezen a világon, és megvédjük mindazt az értéket, amit sok minden fenyeget. A történelmi emlékhely címet Szabolcs a Vármegye napjává is nyilvánított, május 20-án fogja hivatalosan megkapni. Addigra várhatóan a Tomori kúria is elkészül, amely ma már túl van a műszaki átadáson, és várja, hogy megnyithassa kapuit a látogatók előtt.